Szóval, ki az, aki a második felét meg tudta csinálni? Hát az már annyira azért nem hangzik jól, úgyhogy akkor érdekel a megoldásod. Hát nem csak, hogy Grepinski, illetve, bocsánat, Grepinski-e, jó. És szögletet zárójelbe téve a karakterek, és össze vannak fűtve kibőrös vonalra. Na még egyszer! Nem úgy, egyenként. Azt mondtad, szögletet zárójel? Igen. Igen. A, és akkor függőleges vonal. Felfogtam. Felfogtam. Jó, akkor ha... Nem tudom, miért írtam F-et. Ha nem veszed zokon, én ezt a függőleges vonal, vagy a szögletezelet kidobom. Mert engem nagyon zavar, és egyelőre nem érzékelem, hogy annak valóban jelentősége lenne. Ami nem zárja ki, hogy van neki, csak én nem jövök rá, hogy micsoda. És tök mindegy melyik. Így. Igen, annyi, hogy még az egész benne van egy kerek zárójelben. Igen. Tehát te... bocsánat, akkor egy kérdés. Biztos, hogy én azt írtam, amit te írtál? Nem lehet, hogy véletlenül az egyik opciót nem így írtad? Mert bizony ez, ami a apostrofok között van, az egy extended regex, amit a grep nem eszik meg, csak a nagy E opciójával. Azért kérdezem. Úgy jó. Na most ugye, mivel az kise azt mondja, hogy mögötte van egy minta, én azt hittem, hogy valamilyen oknál fogva az kellett, az írtam kicsivel, így már felfogtam, hogy mi van odaírva. Ezzel nekem van egy nagy problémám. Bocsánat? Ez vagyra keres, tehát vagy van benne egy A, vagy van benne egy I. Hogy világos legyen, mutatom. De az inkább a függőleges zárójel, nem? Mert akkor mindenki... Jó, hát akkor lássuk. Akkor beírom. Én szerintem nem, de... Mivel az előbb is megleptél azon az opcióval, úgyhogy... Megint lehet, hogy valamit nem tudok. Úgy csináltam, hogy grep parancsokkal fűztem össze. Tehát azt csináltam, hogy külön grepekkel. Tehát most csináltam, hogy grep I, a szögletes zárójel A, függőleges vonás grep I, szögletes zárójel E és I. Na, akkor jó, mert az a megoldás. És egyébként pontosan azért volt ebben a sorrendben, hogy ki tudja az agyát úgy tréningezni, hogy egy baromi bonyolultról egy nagyon egyszerűre át tudjon váltani, ahol teljesen más az elv. Ugyanis... Tehát, hogy egy parancsban a válaszom a következő. Nem fogod szeretni. Számoljuk, jó? Ez az öt karakter, amit keresek, ennek az összes létező permutációját keressük, amennyiben a sorrendiség ugye nem számít. Jól gondolom? Mert akkor is jó, ha E jó, meg akkor is, ha U, je, a, meg akkor is, ezek hányan vannak? Az első helyen állhat öt különböző karakter, a másodikon négy, 5x4 az 20, a harmadik helyen 3, szorozva 3-ban ez eddig 60, a negyedik helyen 2 karakter, szorozva 2-vel ez 120, és az utolsó helyre van egy nyomoronc karakter. Technikailag ugye 5 a faktoriális, különböző sorrendben lehet ezt az OEU út leírni. Azaz, amennyiben az igényed az, hogy te egy darab parancsot akarsz használni, akkor amit a kollégina az előbb elmondott A pontcsillag, E pontcsillag, izé, na ilyenből mínusz kise az első, mínusz kise a második, mínusz kise a harmadik, mínusz kise a 120. formában kell megadni. Most helyből azt se tudom, hogy egyáltalán 120 mintát lekezele, de annyit még el tudok képzelni. De hogy te el fogod rontani valamelyiknél, az szinte 100%.
Azaz pontosan az volt a lényeg, hogy miután akkor 3-4-5 órát elszórakoztál az előzővel, ahol a lényeg a regexben volt. Rájössz arra, hogy nem, itt nem a regex a lényeg, hanem az, hogy értelmezzük a feladatot, tulajdonképp az előzőtől teljesen függetlenül, és ha sikerül, akkor rájössz, hogy mit mondtam, hogy mindegyik benne van. Hát akkor szűrjük ki először az egyiket, aztán a másikat, arról. Na most, ha valaki nagyon akar kötekedni, akkor még azt is mondhatná, hogy ha igazán ügyes vagy, akkor ezt oly módon csinálod meg, hogy a lehető legkevesebb a munka legyen. Tehát kapásból megkeresed a neten, hát az angol ABC-ben a betű gyakoriság táblázatot. És az E a legsűrűbb, úgyhogy azt rakom a legvégére. Azt hiszem az U a legritkább, ebben ugye az O-s miatt azért nem vagyok 100%-osan biztos, lehet, hogy az O, nem tudom. Tehát a lényeg az, hogy ténylegesen egy grepa, grepe, grepi, grepo, grepu cső legyen valamilyen sorrendben. De ha például arra odafigyelsz, hogy az elejére azt rakod, amelyik a legritkább, tehát a legkisebb vagy a legnagyobb eséllyel viszonylag csekély kimenetet generál, akkor ugye a többieknek már jóval kevesebb munkát kell végrehajtaniuk. Azaz mondjuk én a mi grep E-t az biztos, hogy nem az elejére raknám, még egyszer, ha a teljesítmény is szem. Nyilvánvalóan egy ilyen fájlnál, ami egy-két mega, nem azt nem szoroz. De egy valódi környezetben, egy sokkal nagyobb fájlnál, egy ennél komolyabb feladatnál, amit napi 10 000-szer kell lefutatni, akár már elég is oda kéne figyelni. Úgyhogy, még egyszer mondom, én itt ezt azért ellenőrizném, hogy a zárójelekkel, bocsánat, amit nem fejeztem be, azzal kapok-e valami olyat, ami... Bocsánat, tudok-e ellenpéldát mutatni rá? Én azt mondom, hogy egy ilyen úgynevezett beágyazott input vagy here document segítségével megnézzük, hogy az almaszót kiírja-e. Ez így nem jó, mert ugye ha zárójel, ha nem, a függőleges vonal miatt neki bármelyik jó. Úgyhogy sajnos egy parancsal csak úgy, hogyha felsorolod mind a 120 permutációját a betűknek, azzal a hihetetlen gusztustól a regexpel. Ráadásul egyébként annak az a hibája is megvan, hogy azért valószínűleg egy regexp keresése hát szinte biztos, hogy lassabb, mint egy kódközönséges fix szövegkeresés. Ezért aztán, még ha nem is az a baj, hogy 120 regexp van, vagy 2 vagy 3, ha regexpekkel keresed, akkor az hosszú távon lassabb lesz. Mintha rájössz, hogy az van odaírva a feladatban, hogy mind az ott van lehozó megvan. Na most, ha ez a feladat, akkor szépen sorba szűrjük az egyikre, a másikra, a harmadikra, a negyedikre, és nyilván az a többikre is. Nincs semmi közte. Tehát a kérdésedre a válasz az így néz ki, hogy azt kell kiadni parancsként, hogy jó, mindegy, akkor ne a tömörítedben, tehát grep, minusz i, a, qsr, pik, web2, a, web2, pipe, grep, e, pipe, grep, i, pipe, o, u. Tehát most megint nem optimalizáltam. Tehát azt mondom, hogy az adott fájlból először kiszűröm azokat a sorokat, amiben van a betű. Az így megjelenő kimenetben A mindenképpen lesz. A cső következő elemével, bocsánat, természetesen mindenütt elrontottam, mert a mínusz i-ket többségében lefelejtettem róla. Tehát a második grep már csak olyan sorokat kap, amiben van A, tehát ha ezt megszűröd az E-re, akkor ebben A is van, meg E is van. A következő tovább szűri I-re, tehát van benne A is, E is, I is. A negyedik ugye tovább szűri O-ra, az ötödik tovább szűri U-ra, azaz nem egy parancsal, hanem egy utasítás sorozottal csinálom meg. Viszont megkapom azt, amiben biztosan mind az öt karakter. És tök mindegy, hogy mi van köztem, vagy mi nincs, ezért mondom, hogy igazából itt nem regexp volt a jó válasz. Regexpen is meg lehet, csak hihetetlenül bonyolultan. Úgyhogy
ez lett volna a második felére a valószínűsíthetően jó válasz, illetve most én így őszintén szóval csak ezt a kétféle választ tudom jónak minősíteni, mert én még csak ezt tudom leírni 120 regexpet, ami mind úgy néz ki, amit te írtál, csak a sorrendjüket változtatom, vagy azt mondani, hogy bocs, egy grep helyett ötöt használok. Mellékesen, ha már kötekedni akarok, akkor ilyenkor még a grep nagy F opcióját, vagy az F grepet is használhatom. Ne is akarjál regexpen gondolkodni, hát ezek ugye nem regexpen. Elvileg ennek nem lenne szabad egyébként ma már teljesítménykülönbséget okoznia, mert hát fölismeri, hogy bocs, ez nem regex, ez egy konkrét közönséges string, tehát ugyanazt az algoritmust fogja csinálni, mint ha tényleg F2-t vagy rep-nagy F-fel hívtam volna. A lényeg az, hogy erre kellett rájönni, hogy itt öt parancsot kell összekombinálni. Azaz, úgy gondolom, nem mindenre tértek ki ezek a feladatok abból, ami az előző alkalommal elhangzott, de azért néhány részére azért többé-kevésbé sikerült talán egy kicsit rávilágítani. Nyilván ehhez kellett persze az, hogy valaki vegye a fáradtságot és neki újja. Ilyen értelemben én mondanám, hogy tulajdonképp jó volt, hogy ez nem egy munkanapra esett, hanem egy szabadnapra. Az másképp érdekes, hogy nyilván nem biztos, hogy mindenki szerette volna szabadnapján ilyen marasságokkal foglalkozni. Ezt a felét elfogadom. Hát, mint említettem, ez ugye egy nem teljesen átgondolt tervezés eredménye lett, hogy a naptárra nem igazán jól néztünk rá. Mondanám, ha papírnaptárból csináltuk volna, akkor nem lenne gond, de mivel elektronikus naptárból az nem volt eléggé piros, az ott az úgy nem jó. Így aztán sikerült a dolog kicsit mellé. Na jó, most ezek után van-e valaki kérdés a nyilván a házi feladatokkal kapcsolatban, vagy így már azért kicsit tisztább, jobban érthető, átható lett, hogy mégis mi a vállalatról is volt szó, mi lett volna itt a cél. Jó, na hát akkor csak kizárólag azért, és egyébként jó sokan vannak ezek is, ha már itt fölhívták rá a figyelmet, ebből viszont azért alig 6000. Valamennyi van. Szóval ez már azért egy picit több, mint az előző volt, nyilvánvaló módon. Na most, ha egyébként valaki tényleg megcsinálta a feladatot az utolsó pöttyig, és akár megnézte, hogy ezek a kifejezések mit jelentenek, hát elég nagy dolgok voltak benne. Egyetlen egy olyat találtam a valami olyasmi, egy levegő áteresztő, vagy mi az Isten, amire azt mondta, hogy ezt még el tudom képzelni, hogy hétköznapi beszélgetés során esetleg szembe jön. De összes többi, de eléggé kicsit csuklottam, amikor utána kerestem, hogy jól, úgy illik, hogy én is megnézem, hogy mi az Isten az eredmény. Na most egyébként technikailag, ha jól rémlik, vagy az első nap délutánján, vagy talán a második nap délelőttjén, én most nem emlékszem, voltak ezek a nagyon-nagyon egyszerű, alapszintű parancsok, hogy cat, meg more, meg ilyesmi, és őszintén szólva, amennyiben én ugye azt mondom, hogy nekem az kéne, hogy a harmadik ilyen sor, hát ha tudnám, hogy van a grepnek erre opciója, akkor ugye az lenne az ideális, mivel én erről nem tudtam, én egyébként ezt az megoldást választottam. A head egy olyan parancs, ami a paraméterként megadott fájlnak, vagy a standard inputról jövő adatnak az első n sorát írja ki, ha nem mondok mást, akkor az első 10-et. Gondolom ki lehet találni, hogy a mínusz 3 az első 3 sor kiírását eredményezi. Na most, és ezt tovább bonyolítom, a tail az pedig egy olyan parancs, ami a paraméterként megadott fájl utolsó n, ha megadom, akkor az utolsó annyi darab sorát írja ki, úgyhogy ezzel úgy szintén ki lehet bányászni azt a konkrét harmadik sort, amit akartam. De elismétlem, mivel nem tudtam erről az opcióról, én ezért így csináltam magamnak, bocsánat, a C az most itt egy kicsit bezavart. És akkor ugye a web 2 alban az adjective pronoun kifejezés az, amelyik a feladat kifejezés, vagy a megoldásaként elő kellett, hogy álljon, és hát a többiben is hasonló kellemes kis vicces érdekes kifejezések vannak. Ha valakit érdekel, akkor
Ezt én személy szerint gyűlölöm, tehát ha nem veszitek zokon ilyet, ha mástól meglátok, akkor nagyon sikítok. Nem tudom mi ez, nekem is utána kellett keresni. Ez egyébként ugyanez az angolban is, ahogy a brit angolban is ugyanez a megfelelő valami. Szóval érdekesebb. Na, mondom, volt pár olyan viccesebb dolog, amit úgy keresgéltem, hogy mi az Isten, mi az Isten, szörnyű. Minden esetre a feladatban természetesen, mint mondtam, ebben két különböző dolgot próbáltam meg kicsit ugye rátok lőcsölni. Az egyik, hogy próbáljál egy kicsit bonyolultabb fel megfogalmazásnál rájönni, egy egyébként nem túl bonyolult regeszbe, mert én úgy gondolom, hogy azért a maga regesz nem annyira bonyolult, ha a feladatot végre meg lehet érteni. A másik felében meg, mint mondtam, ugye az, hogy vedd észre, hogy nem ugyanazt az elvet kell követni a megoldásnál, azért, mert látszólag ugyanaz a feladat, vagy nagyon hasonló a feladat, hanem egy teljesen eltérő gondolkodással kicsit könnyebb eljutni a végeredményhez. Nyilván, aki összehozta a 120 regex mintát, minden tiszteletem érte, tehát nem tudok rá szembet mondani, de nem az volt az igazán jó. Na jó, hát akkor ennyit erről, és akkor most térjünk rá arra, ami miatt elvileg mindannyian ide jöttetek. Hát ez igen jól sikerült. Szóval, akkor itt tartunk, és ha minden igaz, többé-kevésbé látszik.